Elképesztő számokat hozott nyilvánosságra az MSZP-s Kurócz Lajos Orbán emberei, ezt hogyan magyarázzák ki? Az MSZP politikusának exkluzív cikkében közölt adatokon még mi is elképedtünk. A szocialista politikust nem kell bemutatnunk, ugyanis Kurócz Lajos egyike a legaktívabb és egyben legharcra készebb ellenzéki politikusoknak, aki nem csak beszél, de cselekszik is. A baloldali politikus ráadásul az egyik legfontosabb területen küzd, nap mint nap, a szociális és nyugdíjügyi területen, vagyis a legelesettebbekért. Mostantól itt a balra Magyaron többször találkozhatnak majd a politikus írásaival, ugyanis vállalta, hogy rendszeresen küld számunkra publikációkat, elemzéseket, nem tudnak leállni, lopnak. Lopnak, az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrzési Bizottsága, KONT, mondta ki a magyarországi korrupciós helyzettel kapcsolatban 2018. április 25-én az alábbiakat, a korrupció jelenlegi szintje. Az államháztartás elszámoltathatóságának és átláthatóságának hiánya. Illetve a nem támogatható kiadások vagy a finanszírozott projektek túlárazása hatással van az uniós források magyarországi felhasználására. 2008 óta Magyarország 19 pontot veszített a korrupcióérzékelési indexben, ami az egyik legrosszabb eredmény az egész Európai Unióban, az Európai Csalás Elleni Hivatal, OLAF pedig 41 vizsgálatot végzett 2013 és 2016 között az ország vonatkozásában. Amivel Magyarország a második legtöbbször vizsgált tagállam, és 2016-ban Magyarországgal szemben kellett alkalmazni a legmagasabb összegű pénzügyi korrekciót, összesen 211 millió euró értékben. Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni az alábbiakat: a Tűr István Képző és Kutatóintézet, TKKI, 17 képzési központot működtet, amelyekben a hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli embereket képzik. Nagyrészt uniós pénzből, korábban az országos roma önkormányzattal működtek együtt uniós projektekben, amiért sok kritikát kaptak lényegében azzal kapcsolatban, hogy a pénzt magukra költötték. 2015-ben a Miskolci, Ózdi és Kecskeméti igazgatósága udvarainak hó- és síkosságmentesítésére 25 millió forintot költöttek, ami egy kisváros téli költségvetésének felel meg, a megbízást egy reklámcég. A Lightboard Outdoor Kft. Nyerte el, a TKKI eljárásával összefüggésben elrendelt nyomozást a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztálya folytatja 3136/2015 bűnügyi számon. Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt, a nyomozás határideje több, mint egy hónapja lejárt, azóta se kép, se hang, nem kéne tudnunk. Hogy mi is történt a Tűr István Képző és Kutatóintézetet érintő ügyben, továbbá hol tart a nyomozás, történt-e vádemelés, vagy egyáltalán a tisztánlátás végett az a 211 millió euró napi árfolyamon. 68 milliárd 153 millió 10 ezer forint, kerekítve több, mint 68 ezer millió, Kurócz Lajos.